Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Magyar-német kapcsolat. Német delegáció látogatott Bonyhádra. Csáó Szekszárd, 5. Veszpa találkozó. Székelyek búcsúja. Együtt ünnepeltek Váltaszéken. 22. Meal Food Tarka Fesztivál. Sok látogatót vonzott a bonyhádi gasztrokulturális rendezvény. Bonyhád és a németországi Wernau idén ünnepli testvértelepülési együttműködésének 35 éves jubileumát. A jeles alkalommal a felek ünnepséget tartottak, majd Bonyhád újratelepítésének 300. évfordulójához kapcsolódva ulmerságtelt avattak. Vannak, akik kezdetektől segítik, erősítik és ápolják ezt a kapcsolatot, és vannak, akik csak most fedezik fel, milyen érzés egy másik országban élő, más nemzethez tartozó embertársunkkal barátságot kötni. A németországi Wernauból érkezett delegáció Bonyhádra, hiszen a két város immár 35 éve ápol testvértelepülési kapcsolatokat egymással. Wernau és Bonyhád már 35 éve áll testvér kapcsolatban, ami sokat jelent mindkét település lakosainak. Ahogy itt is, úgy Wernauban is a sváb hagyományokat tánccsoportokkal is szeretnék életben tartani. Emellett a két tűzoltóság is nagyon aktív, mindig örülünk, amikor találkozhatunk és meglátogathatjuk a testvérvárosunk. Ennek is köszönhető, hogy már 35 éve működik ez a kapcsolat. A jubileumi ünnepséget követően a résztvevők átvonultak az Rényi Miklós utcai körforgalomnál található emlékparkba, ahol egy úgynevezett Ulmerschachtel hajót avattak Bonyhád újratelepítésének emlékére. Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. A magyar alaptörvény kimondja azt, hogy Magyarországon élő nemzetiségek, nemzetalkotó tényezők, tehát mindaz, ami velünk történt, ami sikereket, kudarcokat megéltünk az elmúlt 1100 évben, ezt együttesen tettük meg. Így van ez a németek esetében is, akik erre a környékre 300 évvel ezelőtt érkeztek meg, és alapvetően meghatározták, és ma is meghatározzák településeinknek az arculatát, illetve a mindennapjainkat. Az emlékművet az idei Bonyhádi Zomberfest keretében avatták fel. Immár 5. alkalommal szervezte meg a Csáó Szekszárd találkozót a Veszpa Klub Aliszka. A Tolna vármegyei székhelyen többek között a Béla Király téren lehetett megcsodálni a kétkerekű járműveket. Augusztus 10-én szombaton berobogtak a veszpások a Béla Király térre, hogy megtartsák újra hangulatos találkozójukat. Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Aliszka elnöke beszélt a nemzetközi esemény részleteiről. Igyekszünk színes programokat szervezni, kisebb-nagyobb túrákat a környéken, bemutatjuk természetesen Szekszárd látnivalóit, illetve a környező szépségeket. Együtt kirándulunk, esténként jót bulizunk, itt hamarosan majd felállítjuk a veszpákat, lesz egy Veszpa szépség verseny, arra várjuk a közönséget. Szavazatait is, illetve gyakorlatilag este még majd nekünk lesz egy gála vacsoránk, ott pedig a mindenféle ügyességi versenyek, amiket megrendeztünk itt a néhány nap során, azoknak az eredmény hirdetése lesz, illetve a klubok köszöntése, hiszen 13 klub érkezett, ebből 8 magyarországi, Ausztriából érkeztek, még Szerbiából, illetve Olaszországból. A téren nem maradhatott el a Bukós Isakok megáldása sem. Kísérjen benneteket minden utatokon, amen. Vezessen el célotokhoz és adjon szerencsés megérkezést, amen. Arra a kérdésre, hogy milyen is a veszpás életérzést, nem lehet pontos választ adni. Anna Mária feleletét így kezdte, együtt dobban a szívük. Szerintem ezt meg kell élni, tehát amikor megyünk a veszpákkal, azt látjuk, hogy az emberek arcára mosolyt csalunk, hogy velünk mosolyognak, és ez nagyon jól mondtad, hogy ez egy életérzés. Tehát ez tényleg érdemes megélni, és ahogy az atya is mondta itt az előbb a Bukós Isak áldás alatt, hogy itt van a legifjabb generáció, egészen picikek is elektromos játékveszpákkal, de már ők is érzik ezt, hiszen ebben nőnek fel a szülőkkel, együtt utazva részt vesznek ezeken a találkozókon, és így cseperednek fel ezzel az életérzéssel a szívükben, lelkükben. Horváth Ferenc, a Veterán Veszpa Klub Hungary elnöke egy egész gyűjteménnyel büszkélkedik. 2009 óta gyűjtögetem a veszpákat, jó pár darab volt már a kezém között. Most jelen pillanatban olyan 10-11 darab van a gyűjteményemben. A legidősebb az 1953-as,
Ez itt egy 1976-os, és csak ugye régi Vespákat gyűjtögetünk. Imádjuk Olaszországot. A gyermekkoromat egy autószerelő műhelybe töltöttem, úgymond. Tehát ott volt a járókám. Sok Alfa, Fiat és egyéb olasz autó között. Valószínűleg onnan jött az olasz szerelem. A látványos rendezvényen rengeteg járművet megcsodálhattunk, különböző színekben és méretekben pompáztak a szebbnél szebb olasz darabok. Egy szexárdi nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az udvarukra csavarokkal megtüzdelt vésli és kolbász darabokat dobott. A feljelentő elmondta, hogy feltehetően a tettes azt akarta elérni, hogy a kutyájuknak baja legyen. Szerencsére időben észrevették ezt, ezért az állat nem ette meg a falatokat. A hatóságok az esettel egy 68 éves helyi férfit hoztak összefüggésbe. A férfi elismerte, hogy ő tett csavarokat és szegeket a virsli és kolbászkarikákba. Elmondta, hogy már hosszú évek óta idegesítette a kutya ugatása, és azt akarta, hogy végre hallgasson. A szexárdi rendőrök az iratokat a napokban megküldték az ügyészségnek. Július 26-án bejelentés érkezett a paksi rendőrkapitányságra, miszerint a város szélén a 6-os főút mellett lévő szovjet emlékművet valaki piros festékkel összefirkálta. Az emlékművet a II. Világháborúban Paks környékén elesett szovjet katonák emlékére állították és néhány hónappal ezelőtt újították fel. A rongáló az építmény három oldalára is sértő kifejezéseket írt fel. Az egyenruhások augusztus 6-án Budapesten számoltattak el egy 49 éves férfit, aki elismerte, hogy ő firkálta össze a paksi szovjet emlékművet. A férfi nem rongálásként, hanem szabad véleménynyilvánításként értékelte tettét. Akciójáért akár börtönbüntetést is kaphat. Hatalmas ováció fogadta a párizsi olimpiáról hazatérő Puprékát, a paksi atomerőmű esett judósát. Pupréka az 52 kg-osok versenyében végzett 5. helyen, az 5 karikás játékokon immár 2. alkalommal. A paksi egyesület olimpikonjait, Puprékát, Pup Noémit és Gercsák Szabinát hivatalosan hétfőn 19 óra 30 perckor köszöntik a paksi ASE csarnok előtt. Hetedik alkalommal rendezték meg Bátaszéken a József falvi búcsút. Az eseményen egyben a Bátaszéki Székely Egyesület 35. évfordulóját ünnepelték. A búcsúra több székelycsoport is ellátogatott. Idén is megtartották Bátaszéken a József falvi búcsút. Az ünnepséget 2021 óta rendezik a helyiek ebben a közösségi székelyházban. Régi hagyományokat őrizve mutatták be fellépéseiket kicsik és nagyok egyaránt. A nagy meleg ellenére is kiváló hagyományőrző programban vettek részt az érdeklődők. Mai nap pedig a kulturális dolgokról fog szólni. 10 órakor egy szentmisén voltunk, ahol hagyományosan magának a búcsú szentmisét megtartottuk, és akkor egy ebéd után, úgymond most 4 órakor fog kezdődni a kulturális program időközben, ment a közösségi házban gyerek előadás, gyerekprogramok vannak. A gyerekeknek a benti programok keretein belül lehetőségük volt táncos játékokkal is megismerkedni. Kismődi István 1989 óta a Bátaszék Székely Egyesület vezetője, őt idén Sebestyén Ádám kitüntető díjjal jutalmazták. De nekem ez volt a szempont mindig, hogy akikben egy kicsi is van, már pedig szinte mindenkinek van egy kis bukovinai vagy székely vér, úgyhogy gyűjtjük össze és legyünk együtt. És itt a pap is prédikált máma, hogy jó lenne szeretni egymást és megbecsülni, akkor nem kellene harcolni egymás ellen és háborúzni. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület is fellépett a rendezvényen, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a székelységgel és a városban élőkkel. Amióta a székely unokák is működnek, azóta én azt gondolom, hogy még szorosabbá vált a kapcsolat. Vannak átfedések is, ugye táncosok által is, és mi a búcsún mindig részt vettünk, hol tánccal, hol csak megjelenés szinten, de én azt gondolom, hogy
talán, ha így belegondolok, nem is volt olyan, hogy ne táncoltunk volna a házavatáson is, a búcsúkor is, és mindig nagyon szívesen jövünk és teszünk eleget a felkérésnek. Az augusztusi hónap idén is javarészt a hagyományokról szól a környező településeken. Ezeknek megóvása és ápolása mindenki számára egyaránt fontos. Az országosan jelentkező változékony időjárás okozta fagykár és hideg hatás következtében a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt megfigyelhető idén a hazai szilva ültetvényeken. A betakarítási szezon akár csak a legtöbb gyümölcsfajunk esetén nagyságrendileg 2-2,5 héttel korábban megkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe alapján azonban még így is egy normál, kiegyensúlyozott termés várható, az elmúlt 4 év átlagához viszonyítva kedvezőbb termékmennyiséggel számolhatunk. 6. helyen végzett a magyar női kosárlabda válogatott a portugál U18-as Európa-bajnokságon. A kontinens tornán részt vett Szűcs Gréta, a Tarka SC Szekszár tehetsége. A magyar csapat az utolsó helyosztó mérkőzésén a házigazda portugálok ellen szenvedett vereséget, így a 6. helyet szerezték meg. Gréta a találkozón közel 8 percet töltött a pályán, értékesített 2 büntetőt, leszedett 5 lepattanót és kiosztott 1 blokkot. Augusztus 10-én rendezték meg Dombováron a strandröplabda bajnokság 4. fordulóját, mely egyben a versenysorozat zárókörre is volt. A forduló győztesei Keppel Attila és Prech Tamás lettek. Mészáros Norbert és Mészáros Bende ezüstérmet szereztek, így ezzel ők lettek a nyár bajnokai. A bajnokság egy nyárzáró kupával ér majd véget, amit augusztus 31-én tartanak meg. A dombovári strandröplabda bajnokság 4. fordulója. Itt most kicsit szűkösebb a létszám, 4 csapat jött el, így most a lebonyolítást úgy alakítottuk ki, hogy mindenki mindenkivel 2 mérkőzést játszik, tehát gyakorlatilag egy teljes bajnokságot ott lenyomunk itt, és akkor a pontok, illetve a adott esetben az egymás elleni eredmények fognak dönteni. Az előző fordulóban 7-7, illetve 9 páros is nevezett, tehát ott kicsit, hát egyrészt más lebonyolítás is volt, több meccs, most ez kicsit így a nyaralások talán bezavartak ebbe az utolsó fordulóba, de nem baj, így is jól fogjuk érezni magunkat. A hétvégén rendezték meg Bonyhádon a Meal Food 22. Tarka Fesztivált, amely idén az utóbbi évek legnagyobb látogatói létszámát hozta. A város és a térség legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye számos programmal várta a vendégeket. Idén is sikeres volt a már 22. alkalommal Bonyhádon megrendezett Tarka Fesztivál. A program sorozat augusztus 9-én pénteken országos agrárfórummal kezdődött, ahol többek között felszólalt Feldman Zsolt államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. A pénteki és szombati napon ezt követően a szórakozásé koncerteké volt a főszerep. A szervezők a gyerekek és felnőttek számára egyaránt készültek programokkal, koncertekkel. Játszottunk, hallgattuk a zenéket, meg kajáltunk, meg ittunk, és minden jó volt eddig. A rendezvényen tartott főzőversenyen csapatok, baráti társaságok mérték össze tudásukat. Volt, aki pacalpörköltet készített. Pacalpörkölt az úgy készül, hogy egy húznek a szalonna, le van sütve kacsazsíron, hagymával, zöld paprika, paradicsom, és a fűszerek pedig kömény, borókabogyó és fekete bors. A társaság Erdélyből, Csükcsicsóból érkezett, egy másik bográcsban disznókörömmel és rókagombával készítették a marhát. A disznókörömet azt előre már megperzseljük, hogy felénk mondják, utána megmosva, összedarabolva, azt előfőzzük, fokhagymával, só, bors, ízesítéssel, és később a hagyma, paprika, agyon, a marhahúst előkészítjük, hozzáadjuk a körmöt, és további fűszerezést, azt nem mondom, már Béla eltanulja, és következőben ilyet fog főzni, úgyhogy... Az idei fesztivál nevét adó Meal Food Kft. Csapata versenyen kívül vett részt a főzésben. Ez a fesztivál Bonyhádváros legnagyobb rendezvénye most már hosszú évek óta, és rendkívül megtisztelő az, hogy mi támogathattuk ezt a rendezvényt.
úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a Milford nevét viseli. Ezen indult nyilván szakmai konferenciából, most pedig látszik, hogy hány résztvevő van és milyen komoly tömeget tud megmozgatni. A rendezvény keretében a szervezők fotópályázatot is hirdettek. Prauda Miklós a világ számos pontján készített képeket szarvasmarhákról, legjobb alkotói díjat nyert. Szívből gratulálok! Valamelyik Írországban, valamelyik Erdélyben, valamelyik Magyarországon, tehát több területről válogattam össze. Igazából lett volna még jó pár kép, de azokat nem találtam annyira jónak, hogy pályázatra elküldjem, amelyik Ausztriába készült meg, hát a világ számos részén, Indiába is készült képem. Szombat este ismét a zenészeké volt a főszerep. Koncertet adtak többek között a Nauton Familia sztárjai is. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Búzaszemtől a kenyérig. Az aratással és a kenyérsítéssel ismerkedtek meg a gyerekek a gyakorló óvodában Kaposváron. Örömtánc Siófokon. Johann Strauss kék duna keringője is felcsendült a rózsakertben. A vetéstől az aratáson át, az örléstől egészen a kenyérsítésig minden mozzanatot elsajátítattak a Mate Kaposvári Campus gyakorló óvodájának gyerekei. A Búza szemtől a kenyérig című program célja, hogy a kicsik közelebbről is megismerkedjenek az élelmiszerek előállításával, emellett önállóságra is nevelik őket. Ráütök egy kicsit, ez egy ülő, látjátok, ez egy ülő, és akit a kalapács, ez meg a maga a kasza, és nézzétek, csak szépen, addig ütögetem, addig látjátok, nyújtom szépen, megy előre, tolom közbe. Az a lényeg, hogy nagyon jó éles legyen, képzeljétek, ugyanis ennek a kaszának nagyon sok búzaszálat el kell vágni. A kasza megélezésétől egészen a használatáig mindent megmutatott a szerszámmal kapcsolatban a gyerekeknek Máj Péter. A gyakorlóhiban a kenyér ünnepéhez kapcsolódó programot szerveztek a kicsiknek. Ez egy népünnepé volt gyakorlatilag. Ami a természetben egy fél háromnegyed év, azt most itt egy óra lefordult. Az anzásítva kicsit megmutatom egyébként. De az nagyon jó volt, mert kalákába csinálták. Tehát összeállt a csapat, ugye akinek csak egy ló volt, a másik összefogták, tehát az volt a betakarodás, tehát együtt csinálták, ez volt a dolog lényege. Maga a cséphadarás pedig az volt a mondás, hogy azt tudott jó cséphadarni, ahhoz kellett két erős kar, meg egy buta fej. Buta fej azért, hogy tűrje a monotóniát, reggel 6-tól este 10-ig egyfolytán. A Búza szemtől a kenyérig című program keretében egészen a növény elvetésétől, a gondozásán át az aratásig és a feldolgozásáig mindent a kicsik végeztek el az óvónénik segítségével. Az ötlet egy tanfolyam keretében született meg. Mivel mentorkert vagyunk, ezért több tanfolyamon részt vettünk már kolléganőimmel, és egy online anyagot kellett átnézni, mikor egy olyan képpel találkoztam, ami nagyon-nagyon szíven ütött. Arról szólt a kép, a leírás, hogy Amerikában ugye egyre több helyen, nagyvárosokban ilyen közösségi kerteket alakítanak ki, és ott mutattak egy kertet, ahol egy kenyérpirítóba vetettek búzát, és ott nőtt ki, illetve egy chipszes zacskóba krumplit. Mert hogy meg kell mutatni már az embereknek, ott tartanak, hogy miből készül a kenyér és a chips. Az óvodában 2020 óta működik tankert. Paprikát, paradicsomot, répát és más zöldségeket is maguk ültetnek és gondozzák a gyerekek. Azért tartjuk nagyon fontosnak, mert most már a városi emberek és a városi gyerekek is eltávolodtak a természettől, és szeretnénk itt a város közepén egy kis szigetet, egy kis zöld szigetet biztosítani nekik, és ezzel, hogy az óvoda szomszédságában levő területet megvásárolta nekünk az egyetem, lehetőségünk nyílt a kert kialakítására. Az elmúlt 4 évben az intézmény több rangos elismerést is kapott, ilyen például a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen elért első helyezés a közösségi kert kategóriában, illetve tavaly a mentorkert címet is megkapták. Johann Strauss kék duna keringője csendült fel a siófoki rózsakertnél, ahol már második alkalommal várták örömtáncra az érdeklődőket. Voltak, akik csak nézőként figyelték a rendhagyó programot, mások csatlakoztak is a táncosokhoz. Benépesült érdeklődővel a siófoki rózsakert, a szökőkútnál ezúttal keringő szólt. A siófoki önkormányzat kezdeményezésére indult az Örömtánc program. Egy siófoki tánc stúdió tagjainak segítségével immár második alkalommal hívták táncba az érdeklődőket.
akadtak olyan táncos lábúak is, akik nagyon szerettek volna beállni, és fel is álltak. Igazából volt, aki nem mert, mert hogy párja nem volt esetleg, úgyhogy ezért most már arra is készültünk, hogy majd felkérés is lesz. Az örömtánc programhoz ezúttal is több pár csatlakozott Siófokon. Külön érdekesség, hogy az alkalmi tánc tér a Szökőkút körül volt. Nyilvánvalóan a keringő nem igazán ez a helyzet illik, hogy víz meg szökőkút, de nagyon örültünk, amikor így felkért minket a Milán, hogy vegyünk részt ezen a táncon. A programmal nem csak jó hangulatot szeretnének teremteni a Rózsakertnél, hanem a táncot is népszerűsítenék Siófokon. A táncot mindenképpen, az életérzést mindenképpen, és hát végső soron én azt gondolom, hogy a helyi közösséget mindenképpen, a várost, és ez egy nagyon jó dolog. Tánctudástól függetlenül bárki csatlakozhat az örömtánchoz. Azért jöttünk, mert valamikor a Milánnál tanultunk mi is egy picit táncolni, és szeretjük a keringőt, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz ez. Legközelebb jövő csütörtök este várják a Rózsakerthez a táncot kedvelőket. A tervek szerint az örömtánc jövő nyáron is folytatódik majd. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Magyar-német kapcsolat, német delegáció látogatott Bonyhádra. Ciao Szexárd, 5. Veszpa találkozó. Székelyek búcsúja, együtt ünnepeltek Váltaszéken. 22. Milfood Tarka Fesztivál, sok látogatót vonzott a bonyhádi gasztrokulturális rendezvény. Kedden is nagyon meleg, alapvetően napos idő lesz. Késő délutántól már a déli és középső ország részben is megjelenhetnek gomoly felhők, melyekből kis körzeteket érintően zápor, zivatargóc is kipattanhat. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a jellemző légmozgás. Éjszaka is többségében felhőtlen égbolt a valószínűbb. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!